Hát itt már Szappanos nem tehetett volna semmit, Spoljaric közben, itt sem tehet semmit a kapus. Fél perccel később, úgy néz ki, mégiscsak eldönti ezt a mérkőzést az Ete. Bőlét ketten támadják meg, ő elég könnyelműen elveszíti a labdát, ami Lesiákhoz kerül, Tajtid nagyszerűen belsőzi oda üres területre a 16-oson belülre. Spoljaric pedig még mielőtt odaérne a labdához, megnézi, hogy helyezkedik Szappanos, és szépen elrúgja mellette a hosszúba.